Aranytót Katalin vagyok, a Tabáni 3-as egyéni választókörzet képviselőjelöltje. Születésem múlt a hódmezővásárhelyen élek, és ez az elköteleződés nagyon fontos számomra. 15 éves koromig a Tabáni város részben éltem. Amikor elköltöztünk onnan, nagyon sokáig hiányzott a szülő otthonom. Körülbelül a 30 évig tartott ez a honvágy, mire el tudtam engedni ezt az érzést. Ezért különösen megtisztelő érzés számomra, hogy talán megválasztásom esetén azt a lakóközösséget képviselhetem, ahol valaha éltem. 58 éves vagyok, három, ma már felnőtt korú gyermek édesanyja. A második fiam Down-szindrómás, halmozottan fogyatékos. Az ő mássága segített abban, hogy sokkal elfogadóbbá, alázatosabbá váljak az emberek iránt. A költészet így társult az életemhez, körülbelül 30 éve kezdtem el verseket írni. Ez egy nagyon fontos állomás volt az életemben, amikor a versekhez fordultam, segített az érzéseimet feldolgozni. Nehéz életút áll mögöttem, de úgy érzem, hogy a megpróbáltatások nagyon sok erőt is adtak. Nem csak ahhoz, hogy kiálljak saját magamért, hanem ahhoz is, hogy mások mellett ki tudjak állni. A szüleim becsületre neveltek. Úgy érzem, hogy becsületesnek lenni a mai világban nem túl szerencsés, nem túl kifizetődő, de ez az egyetlen járható út, amiért érdemes. Polgármester úr munkáját a kezdetektől fogva figyelem, 2017 első lépései óta követem és úgy érzem, hogy az ő értékrendje teljes mértékben azonos az enyémmel. Ezért megtisztelő, különösen megtisztelő számomra, hogy a jelenlegi választási kampányban a munkáját segíthetem, és képviselő jelöltjeként talán a jövőben is szolgálhatom ezt a nemes feladatot. A mai politikai élet nagyon nehéz. Arrogánsak vagyunk egymással, türelmetlenek vagyunk egymáshoz. Ezen mindenképpen ö, változtatnunk kell, egymáshoz forduló ö, türelemmel, elfogadással. Én ezt szeretném árnyalni, hogyha lehetőséget kapok arra, hogy ö, egy szélesebb körbe is hangot adhatok ennek a számomra fontos értékrendnek. Nem az érdek számít, az értékrend. Ezt kell követnünk, úgy gondolom a választókörzetemben lévő lakossági igények kielégítésén túl szeretnék nagy hangsúlyt fektetni az állatvédelemre, a felelős állattartásra, a rendezett, igényes környezetünkre. Megválasztásom esetén szolgálni fogom Önöket tisztelettel és lelkiismerettel. Kérem, bízzanak bennem, szavazzanak ránk, védjük meg együtt a szabadságvárosát.